Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban újabb Percy Jackson híreket hoztam, ugyanis bejelentették, hogy ki fogja játszani Annabeth-t és Grovert. Úgyhogy most már megvan a triónk, a nagy triónk, a főszereplőink, ami már szerintem nagyon izgalmas. Ugye a legutóbbi videóban ott miért nyikorog ez a szék? Festés óta nyikorog. Szóval a legutóbbi videóban, amit ebben a témában csináltam, ott ugye meg van, hogy Walker Scobell lesz Percy, ami szerintem egy nagyon jó casting choice volt, mármint, hogy egy darab filmben láttam a gyereket, de engem abszolút meggyőzött. És most kiderült, bejelentették, ki fogja Annabeth-t és Grovert játszani. Úgyhogy először mondom Grovert, aki nagyon biztos vagyok benne, hogy nem jól fogom szegény gyereknek a nevét mondani. Talán jól fogom, nem tudom. Arian Simhadri, talán, nagyon sajnálom, ha nem így kell neki kimondani a nevét. Ránézésre nekem ő passzol Grover szerepéhez, mármint kinézetre egészen olyan, mint akármelyik fanarton, vagy ahogy így magamtól elképzelem a könyvbeli leírások alapján. Magáról a színészről én nem tudok nyilatkozni, mivel hát Rick Riordan a blogján azt írta, hogy, vagy hát a honlapján a híreknél azt írta, hogy ilyen Disney-s sorozatokban, meg filmben sorozatokban játszott. Na most egyrészt én nem nézek ilyen Disney csatornát, tehát már tévét sem nézek, szóval csak Netflixet meg ezeket. Szóval azt nem tudom, itthon nincs Disney Plus, szóval a Disney Plus-os dolgokról se tudok nyilatkozni, tehát én még szerintem őt nem láttam semmiben, úgyhogy erről a részéről nem tudok nyilatkozni. De én hiszek Rick Riordannak, mert hogy egyébként be is fogom linkelni a posztokat, amik alapján most ezt a mait összeállítottam. És már csak azért is, mert főleg a legutolsót nagyon érdemes elolvasni, de azt is, amiben bejelentik a triót, szóval nem is azt a legutóbbi hármat, szerintem mindegyiket egyébként érdemes átolvasni, amiket Rick Riordan kiír, mert azért ő mégiscsak azt első kézből teszi nekünk közzé. Abszolút azt mondta, hogy ő, neki volt a legjobb dinamikája a Percy-nkkel, illetve amúgy is nagyon jól hozza a karaktert, úgyhogy ezért lett ő Grover. A következő, amiről kicsit több szót fogok ejteni. Annabeth Chase szerepére Lea Jeffries-t választották. Na most én, amikor először megláttam a bejelentő posztot, akkor egy pillanatra így volt bennem egy ilyen, hogy na ő nem úgy néz ki, hogy Annabeth. Nyilván ez elég gyorsan föltűnik. Szóval Annabeth szerepére nem egy egészen olyan kinézetű színészt választottak, mint ahogy Annabeth le van írva a könyvekben. Viszont egyből el is olvastam, mert ezzel egy idejűleg Rick Riordan kirakta erről az egészről a saját kis posztját a honlapjára, úgyhogy én azt egyből el is olvastam. És ott ő azt írja, hogy ez a színésznő volt a lehető legjobb választás dinamikában ehhez a csapathoz és Annabeth szerepéhez, és még ha nem is, ja, erről így nem volt szó, de nyilván nem ugyanúgy néz ki, tehát, hogy itt most abszolút a színészválasztás az arra ment rá, hogy a karakter tudja nagyon jól hozni, nem pedig az, hogy úgy nézen ki, mint Annabeth. Ami rendben van, nyilván most valahol én is egy kicsit úgy voltam, hogy hát igen, ez most nem olyan, mint amikor bejelentették Percy-t, és azt mondtam, hogy ez a gyerek Percy is, de én Lea Jeffries-t se láttam még semmiben. Mert neki is föl voltak sorolva sorozatok, filmek, amikben játszik, vagy játszani fog. Nem láttam, tehát nem tudok erről nyilván nyilatkozni, meg nem is fogom ez alapján azt mondani, hogy ő nem lehet Annabeth, mert Rick Riordan azt mondta, hogy ő a lehető legjobb választás erre a szerepre. Azok közül, akik jelentkeztek, és én ezt el fogom most neki hinni. Egyébként is addig úgyse tudom megítélni, hogy most jó-e a szerepre, vagy nem jó a szerepre, amíg nem látom játszani a sorozatba, és lehet, hogy azt mondom majd, hogy ja, tényleg tök jól hozza a karaktert magát. Akkor meg igazából megint ott vagyunk, mint az előző videóban is, hogyha a Percy-t játszó színésznek nem lesz befestve a haja, akkor túl fogjuk élni, hogy szőke. Tehát szerintem Annabeth-nél is túl fogjuk élni, hogyha nem echte ugyanúgy néz ki, ahogy a könyvbeli Annabeth néz ki. És egyébként alapvetően én, ahogy így nézegettem, annyira nem merültem most mélyre a Percy Jackson fandom visszajelzéseiben, de amit én láttam, én alapvetően én nagyon-nagyon pozitív reakciót láttam erre a trióra, mert egyébként
Nyilván nem ismerem a színészeket, tehát most tényleg csak egyet láttam egy darab filmben, de én elhiszem Rick Riordannak, mert most ebben benne van a keze, ebbe bele tud szólni, nem úgy, mint a Percy Jackson filmeknél. Tehát, hogyha ő azt mondja, hogy ezek a színészek nagyon jók lesznek, mert egyébként ezt írja is a blogposztjában, hogyha most még nem hisszük el, hogy Annabeth jó lesz erre a szerepre, mármint Lea Jeffries jó lesz Annabeth szerepére, akkor várjuk meg, amíg meglátjuk majd milyen lesz a sorozatban. Úgyhogy én is ezt fogom tenni, mert én szeretnék ehhez a sorozathoz pozitívan hozzáállni, és azt mondani, hogy ja, ez egy jó sorozat lesz, főleg így, hogy Rick Riordan bele tud szólni. Úgyhogy nem az alapján fogom megítélni, hogy most úristen, Annabeth nem úgy néz ki, hogy a könyvben. Én is meglátom nyilván. Ettől függetlenül így is lehet, hogy nem tudom, valamelyik másik részén elbukik a sorozat, vagy valamit rosszul oldanak meg, ami nekem nem fog tetszeni, és ez teljesen független mondjuk ettől, hogy kik a színészek, kiderül. Úgyhogy nem fogok egyből dühöngeni, hogy mert nem úgy néz ki, mert nincs ilyenekre energiám egyébként. Én lelkesen várom a sorozatot. Szóval egyébként nagyon pozitív volt a visszhangja, amit így elém dobált az Instagram, meg a TikTok ilyen dolgokat, mindenki nagyon örült neki. Ami első gondolatom volt egyébként, mikor megláttam a castingot, hogy na mondom, csak szerencsétlen lányt ne kezdjék el bullizni az internet fura népei, mert biztos vagyok benne, hogy valaki meg fogja ezt a dolgot szólni. És megtették, nyilvánvalóan, úgyhogy Rick Riordannak a legfrissebb posztja az egyébként erről is szól, hogy mindenki befoghatja, meg ne bullizunk már egy 12-3 éves kislányt az interneten, hogy mert te nem úgy nézel ki, mint a könyvbeli Annabeth Chase, és nem tudom, és biztos vagyok benne, hogy ezek felnőtt emberek, akik bulliznak egy 12 éves kislányt, tehát hogy... Szóval nem kóser dolog, és így jelenti, hogy akármit is mondanak, ő marad Annabeth. És egyébként, ja, ne bullizunk más embereket, mert miért? Igen, és egyébként azt is kiírta, hogy ennek a triónak, de alapból is a casting, de főleg most a trió kapcsán, hogy a triónak 100%-ban a castingja az ő döntése alapján van. Tehát, hogy ebbe 100%-ban az ő keze van benne. És azt is írta a legutóbbi posztjában. Szóval, hogyha valakinek problémája van azzal, hogy Lea Jeffries lesz Annabeth, akkor azt vele beszélje meg. Ne a színésszel, akit kiválasztottak egy szerepre. Tehát, hogy én személyesen örülök, hogy megvan a trió, és én várom, hogy ebből mi lesz, mert én például szeretném azt gondolni, hogy ez is egy, tehát hogy függetlenül attól, hogy most mennyire hasonlítanak a színészek a könyvbeli karakterekhez, ugyanúgy megvan benne a potenciál, hogy egy jó adaptáció lesz, mert hogy, mint ahogy azt legutóbb is ugye mondtam, az előző Percy Jackson filmek nem azon hasaltak el, hogy úgy nézett ki egy színész, ahogy a karakter vagy sem, mert ott is Annabeth karaktere nem azon hasalt el, hogy barna volt a haja szőke helyett, nem az volt a legnagyobb probléma azzal a sorozat, vagy azzal az adaptációval, az egyik legkisebb probléma volt. Úgyhogy én várom, hogy legyenek dolgok, már elkezdték a stúdiómunkát, tehát már gyakorolják a kardvívást, meg ilyeneket, és nagyon cuki egyébként az a poszt, amit Rick Riordan írta arról, hogy az első hét a stúdióban, mert ott így az nagyon cuki, azt nagyon ajánlom, hogy mindenki olvassa. Most én nem tudom ezt ugyanúgy visszaadni, de én nagyon jót mosolyogtam, mikor ezt elolvastam. Szerintem ez egy tök jó trió lesz. Azt írta, hogy nagyon-nagyon jó a dinamikájuk, már egy egész kis csapattá összeverődtek, úgyhogy én nagyon bízok benne, hogy ez egy szuper adaptáció lesz. Mindenképpen fangörcsöt fogok kapni miatta. Visszatérve még arra, hogy ugye alapvetően, tehát én így a külföldi posztokban nem láttam abszolút ilyen nagy utálkozást így Lea felé. A molyos Rick Riordan vagy Percy Jackson zónában ott láttam félszámmal egy komment folyamot a bejelentő alatt. Nem, úgy nem szóltam hozzá meg ilyenek, csak így valahol értem, hogy vannak emberek, akik csalódottak emiatt a casting miatt, de volt egy ilyen mondat, és ez a molyom volt, hogy ezek után már meg se nézi, vagy valami hasonló mondat volt, na az viszont szerintem túlzás, tehát meg tényleg ne a kinézet alapján ítéljük már meg egyből, hogy most ez a színész jó lesz a szerep. Rick Riordan is ezt, pontosan ugyanezt írta, hogy az alapján ítélik meg most nagyon sokan ezt a lányt, hogy hogyan néz ki, nem az alapján, hogy hogyan fogja tudni a karaktert hozni. Ami egy filmnél azért elég fontos tényező, hiszen ha valaki úgy néz ki, mint az a karakter, ahogy te elképzeled, de nem tud színészkedni, akkor
akkor azzal megint ott vagyunk, hogy nem mentünk semmire. Szóval akkor inkább ne nézzen ki echte ugyanúgy, mint a könyvben, vagy akár nézzen ki tök máshogy tényleg, de hozza a karaktert magát jól. Én abszolút nem fogok emiatt elfordulni a sorozattól, vagy azt gondolni, hogy ez szar lesz, mert szerintem nem lesz az. Én úgy látom, hogy itt nagyon mindenkinek szívügye az, hogy ez jó adaptáció legyen, és nagyon szeretnék is, hogy az legyen, és ezen dolgoznak is, úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és remélem nem kell rá nagyon sokat várni, mert egyre kíváncsibb vagyok. Majd szerintem lassan lehet, hogy még több castingba lesz jelentve meg ilyenek, úgyhogy majd jönnek a hírek, aztán nem tudom, hogy maga a forgatás vajon mennyi ideig fog tartani, de olyan jó lenne, ha jövőre már lenne. Valamelyik nap azt álmodtam, hogy már a Percy Jackson sorozat trailerét néztem. És így fölkeltem reggel, és így aztán rájöttem, hogy nincsen trailere, és nagyon szomorú lettem. Pedig tök jó volt a trailer, arra emlékszem, álmomból nagyon jó trailerje volt a Percy Jackson sorozatnak. Csak elfelejtettem rá reagálni kamera előtt. Ez volt a legnagyobb bajom álmomban, hogy úristen, nem állítottam fel a kamerát, és már megnéztem. Igen. Úgyhogy jó lesz. Én azt mondom. És örülök, hogy végre van egy triónk, és ne zaklassunk gyerekeket az interneten, mert kiválasztották őket egy szerepre, mert ez így abszolút ilyen. Amúgy is utálkozni az interneten, hogy úristen, nem úgy néz ki, tehát, hogy erre embereknek van idejük. De úgy tényleg. Életemben nem írtam még utálkozó kommentet. Főleg nem egy adott színésznek a social médiája alá, tehát, hogy na mindegy. Jó lesz, jó? Pozitív. Pozitívan kell ehhez hozzáállni, tehát nem szabad, nem. Meg... Jó lesz. Én nagyon érzem, hogy jó lesz, tényleg. Hogyha Rick Riordan azt mondja, hogy ezek a színészek tökéletesek a szerepre, akkor még ha nem is tudom, hogy játszanak, én elhiszem neki, aztán majd meg tudom állapítani magamnak is, ha végre kapunk egy trélert vagy valamit. Nagyon jó lesz. Én ezt mantrázom, hogy jó lesz, és akkor jó lesz. Na, fel van mondom ezt, de hogy kommentben ti is írjátok meg, hogy mit gondoltok a casting választásokról, de mindent hagyjunk utálkozásmentesen, ha lehet. Mert az utálkozást azt kegyetlenül törölni fogom. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!